Üdvözlök mindenkit! Szóval ezt mi látjátok a Driver 2 nevezetű játéknak a végjátszása. Nos, mit kell tudni a játékról? Hát, hogy az egyik kedvenc játékom. Gyakorlatilag a 2000-es években jött ki a játék, akkor voltam nagyon-nagyon fiatal, és a PlayStation 1-esemhez talán negyedik vagy ötödik játékként jelent meg, igazából kaptam meg, és én ezt a játékot oda-vissza, előre, hátra, becsukott, kinyitott fejjel lefelé, mindenhova néztem, és közben meg ugye bejött a kis átvezető kis videócska, amit én majd szépen is fogok nyomni, mert közben eszembe jutott, hogy nyomogatni kéne itt a gombokat. Így, nem akarjuk most látni szépen a demót, majd lehet, hogy majd ezt is rögzíteni fogom valamikor. Na szóval Driver 2, tehát ez nekem nagyon-nagyon kedvenc játékom, még mindig a mai napig is, és szerintem baromi jól sikerült. Mit kell róla tudni? A Driver trilógiának a középső része, tehát van ugye a Driver 2, illetve a Driver 3 nevezetű játék, aminek ugye a főszereplője Tanner, akit ugye irányítani fogunk, és ugye szintén itt is őt fogjuk irányítani. És ugye a szokásos sztori, hogy beépülős rendőrök leszünk, tehát igazából beépített rendőrök az alvilágnak a mocskába, és ugye fel kell derítenünk bizonyos sötét ügyleteket. De ugye ehhez nem a fegyverünket fogjuk használni, hanem vezetési képességeinket elsősorban, hiszen a Driver 2 is gyakorlatilag arra épít, hogy az autóval való száguldás, üldözés, menekülés, szúzás, törés, mindenségesség. Na, gyakorlatilag nem is akarom húzni tovább nektek itt az időt, hanem belekezdünk szépen a történetbe, ami nem más, mint a beépülés, és egy új játékot fogunk kezdeni. Szerintem én mindent elmondtam, és ez a rész gyakorlatilag az első pályát foglalja majd magába, ami nem más, mint Chicago. Na, hát akkor vágjunk is bele, hajrá! Guy's face. He was feeling the pain. My handgun settled in between his eyes. I let him chew on a piece of my boot. I know you don't love me, baby. You gotta treat me nice and kind. I had him begging for his life, doing voices of some tune piece. If you wanna come home to me, baby. I wish I had it on tape. You went out last night and you didn't come home until day. You were out last night, babe. I tell you. And you didn't. Come home, you should have seen the look on this guy's face. I don't got time. You treat me just a way. You know what these marks mean, Jones, do you? Ever hear of Alvaro Vasquez? Of course. A
Bureau's got Alvaro Vasquez fingered as the operator of a racket down in Brazil worth $200 million a year. But you ever see Alvaro Vasquez? You ever see a picture of him? No. No, because no one's even seen the guy's driving license. Maybe he don't even exist. Maybe he's just a name. All we know is these marks mean you're one of his. That's all we know? No. Tell him, Tanner. The last guy to whack one of Vasquez's boys had his mouth filled by a Mauser clip and his gums glued up before they set light to his head. Listen, here's the whole play. We had a witness to the shooting. He saw a guy named Pink Lenny sitting next to our friend here. Yesterday, this witness scrammed out on us. He knows a whole lot more than he spilled. More about Pink Lenny. I want you teamed up and undercover, well clear the clubhouse. Put out some feelers for the witness and put us wise on why we got Brazilian hatchet men taking on lead in Chicago. Jones here. We got ourselves some action. I found our witness, and he's real jumpy. Get ready to make a move. Get your butt over here before he blows. Kicsit közben állítottam a hangerőn, de ugye miért is ne? Na. Szálljunk be akkor az autókánkba, és akkor menjünk el szépen Joneshoz. És hát akkor lássatok csodát, itt vagyunk Chicagóban, a PS1 jó voltából, és a Driver 2, jaj, jó voltából. Hát igen, oda kell amúgy figyelni, hiszen nagyon-nagyon érzékenyek az autók minden tekintetből, és hogyha már érzékenység, illetve irányítás valamilyen szinten szóba került, akkor elmondanám, hogy hogy is működik itt a történet. Alapesetben, hogyha tenőrt irányítjuk, tehát nem autóba ülünk, akkor a nyílt billentyűket tudjuk Tanner kollégát irányítani. Tanner nem tud semmi más csinálni, csak sétálni, székekre leülni, illetve kocsikba be, illetve kiszállni. Semmi másra nem képes. Ja, még egy valami gombokat megnyomogatni, ahogyha úgy van. Igen, itt igazából az autóra van kiegyezve, illetve a járműveknek az irányítására van kiegyezve a hangsúly. Tehát, hogyha beülsz egy autóba, akkor a nyíl billentyűkkel tudod irányítani jobbra, illetve balra. Viszont gázt az X-el tudsz adni, fékezni azt a négyzettel tudsz, illetve hogyha álló helyzetedben vagy, akkor a négyzet lenyomásával tudsz tolatni. Illetve van nekünk egy olyanunk, hogy kör, hogyha azt lenyomjuk, akkor ez a gyors elindulás, aminek következtében kipörög a kerék, viszont sokkal gyorsabban elérjük a maximális sebességet, amit az adott jármű tud. Még szépen lefordulunk. Illetve van nekünk egy háromszögünk is, ami arra hivatott, hogy a kéziféket demonstrálja, amit egy olyan helyen kéne nektek megmutatnom. Nem mondjuk nem itt. Na mindjárt. Égyni. Gyakorlatilag ő a kézifék, ami kis háromszögünk. Most már csak két gombunk maradt, a jobb oldali kettes ravasz, illetve a bal oldali kettes ravasz, rövidebb ugye R1, R2, illetve L2. Ha az R2-t nyomom, akkor most pont a másikat nyomom, tehát hogyha az L2-t nyomom, akkor balra nézek. Ha az R2-t nyomom, akkor jobbra tudok tekinteni, illetve ha mind a kettőt lenyomjuk egyszerre, akkor tudunk hátrafele nézni. Tehát gyakorlatilag ez a négy irányzék van. Illetve van nekünk az R1-es gombunk, ami amúgy meg a duda. Röviden, tömören ennyi a nagy irányítás, ennyit fogunk használni, illetve van egy olyan, hogy Select gomb. A Select gombból tudunk nézetet váltani, tehát háromfajta nézete van ennek a történetnek. Van ez a külső nézet, ahol gyakorlatilag látjuk az autót, van egy belső nézet, illetve van egy harmadik nézet, amikor egy külső szemlélőként látjuk, egy külső fix kamera, és így gyakorlatilag úgy tudjuk irányítani. Hát gyakorlatilag ilyen filmes szemszögből tudjuk látni a történeteket. Hát én maradok ennél a klasszikusnál. Ja igen, ki és beszállni az autókba pedig a háromszög és a felfele gombnak a lenyomásával tudunk. És közben meg is érkeztünk. Na, ez volt akkor az első küldetésünk.
haladjunk szépen akkor tovább a második fajta küldetésünkhöz. Ez gyakorlatilag az első küldetés az ez az A pontból menj el B pontba, adott időn belül. He's making a move. He's in the blue sedan across the street. Punch it. Ez a fajta második küldetés pedig a üldözéses történetet mutatja be, mikor van egy adott autó, a feje fölött egy piros nyilacska, hogy igen, azt kell követnünk, és hát adott időn belül követnünk kell őt. Van ennek a továbbfejlesztett változat, hogy adott időn belül zúzzunk le, vagyis hát állítsunk meg igazából. Hogyha szebben szeretném megfogalmazni, akkor adott időn belül hogy állítsuk meg az autót. De itt most nem arról van szó, itt csak egy bizonyos időkereten belül kell követnünk az úriemberünket. Akinek, hát azért nem szeretném, hogyha lezúzna az én autómat, úgyhogy jobban teszi, hogyha nyugodtan marad. És ha már lezúzásról van szó, bal felső sarokban láthatjuk a sérülését az adott autónak, illetve a körözési szintjét. Mind a kettő alatt ugye van egy ilyen kis csúszka, amit majd mutatni is fogok, ha eljött az ideje. Hiszen több mint valószínű, hogy fogok is sérülni majd, és körözési szintem is lesz majd egy idővel. Nos, a szemtanunk az lelépett, felszállt a vonatra, de semmi probléma, hiszen meg fogjuk ezt is oldani. We lost him. Stay with the train. We'll make the pinch when he gets off. Na, gyakorlatilag itt ezeket a bukkanókat érdemes kikerülni. A sérülésről annyit, hogyha egy adott autóban ülünk, és a sérülésünk felmegy a maximális szintre, akkor az autó használhatatlanná válik. Onnantól kezdve pedig nem tudjuk irányítani, szóval egy dolgot tehetünk, hogy kiszállunk belőle. Na már most. Az autóból, hogyha az autó az oldalára borul, vagy valamilyen úton módon sikerül a feje tetejére borítanunk az autót, ami amúgy eléggé nehézkes, de higgyétek el, nem kivitelezhetetlen, akkor gyakorlatilag akkor is használhatatlanná válik az autó, és akkor is gyakorlatilag úgy érzékeli a játék, hogy teljes mértékben feltöltődött a sérülésmérő. Úgyhogy olyankor is szívás van. Na most, hogyha körözés alatt álltok, és rágalátos rendek az éber őrei üldöznek titeket, és lezúzzák az autótokat, olyannyira, hogy használhatatlanná válik, akkor jön ez a csodálatos történet, hogy game over van, hiszen a rendőrök olyankor elkaptak benneteket. Igaz, hogy mi zsaruk vagyunk, de beépített zsaruk vagyunk, és hát igazából eléggé nehézkes kimagyarázni, hogy amúgy mi zsaruk vagyunk, srácok, mi zsaruk vagyunk, csak beépített zsaruk vagyunk, aha, persze, igen. Szerintetek is, nem? Úgyhogy gyakorlatilag vigyázni kell, hogyha köröznek minket, akkor meneküljünk el. És így értelemszerűen a játékban ebben a részben még nem igazán tudták azt megoldani, hogy a körözési szintet hogyan állítsák be, úgyhogy a fejlesztők úgy döntöttek, hogyha tenőr az sétáló pozícióban van, tehát nem járműben van, akkor nem gyűjthet magának körözési szintet. Hogy ez hogy is működik, azt majd a következő misszióban be tudom nektek mutatni. Miközben utolértük a vonatot. Ami igazából nem is vonat, hanem magas vasút, tudom. Na, nézzük, hogy mi történik. Pink Lenny and the dead guy with the marks. Start talking. I got nothing to say. I never figured Lenny'd be worth dying over.
just know Lenny used to work for Solomon Kane. I heard he kept Kane's books here and in Vegas. Then I hear Lenny's quit town. Damn, I thought you was Kane. Fool, Kane? I heard only dead guys left that outfit. So what's with the guy with the marks? I never saw him in my life, but he was Brazilian. Lenny let it slip a Brazilian's making a drop tomorrow at 10 a.m. Something real hot. Heading out from Reisenbeck's. Man, I swear that's the crop. Sounds like our boy Pink Lenny's put himself in a situation. Somewhere between Kane and Vasquez. One hell of a place to be. All guesses play even. Well, Lenny's gonna show next. If Kane gets to him, Pink Lenny's gonna show up in pieces all over Illinois. That you? Yeah, well, you're late, you screw up. Bring the wheels to the alley. You sure no one's seen you? Yeah, well, you better be. I thought it was... Listen, I want out. Kane knows. He knows. You made a deal with us, Lenny. Let's go. AM on the dot, and the Brazilian's heading out, just like the man said. We're gonna sit tight and tail him. Nos, a következő küldetésünk nem másról szól, mint a brazil kollégának a követéséről. Na most láthatjátok bal felső sarokban a damage alatt, a felony helyett ugye most proximity van. Ugye proximity, azt mondom, hogy így kell kiejteni. Na most az a... Miről is szól? Gyakorlatilag arról, hogyha túl közel kerülünk az úriemberhez, akkor észrevesz minket, game over. Ha túlságosan távol kerülünk az úriemberhez, akkor elveszítettük, és nem tudjuk, hogy hova ment. Amit láthatjátok is, túl távolra kerülök, akkor is game over van. Szóval gyakorlatilag a proximity-ben az a legjobb, hogyha pont középen tartjuk a zöld sávban azt a kis csúszkát. No, szeretném újraindítani? Hát hogy a fenében ezt szeretném újraindítani? Legalább láthatjátok, mi van akkor, hogyha elbukunk egy küldetést. Olyankor általában ugye végig kell néznünk újra és újra a dolgokat. Na most, hogy miért is követjük ugye az úriemberünket? Ugye azért, mert a szemtanunk azt mondta, hogy a brazilok, és hát ez a brazil úriember, ez hoz valami nagyon-nagyon fontosat. És hát ugye meg kéne néznünk, hogy hova is viszi azt a nagyon-nagyon fontos dolgot, meg hogy mi is az. Hát ugye nem szeretnénk lebukni, úgyhogy ezért van az a proximity. Ami azt hiszem a GTA 3-ban is volt. Azt hiszem, hogy beszarás mérőnek, vagy nem is tudom, hogy minek lett magyarra fordítva. De ott is hasonló dolog volt. Na? Menjünk csak szépen előre. Illetve, hogyha elérjük a hidat, akkor mutatok nektek egy érdekességet az illúziókeltésről. Hogy nézzétek meg, itt jobbra. Ugye most egy... Hoppá, jajajajaj, el ne. Hagyjam az úriembert. Ugye itt azt hinnétek, hogy tükörsima vízzel van dolgotok, de amúgy nem. Ez egy érzéki csalódás. Gyakorlatilag nagyon-nagyon ügyesen megoldották a készítők, hogy azt higgyük, hogy ott víz van. De amúgy nagyon-nagyon nincsen víz. Majd... lesz extra rész a Driver 2-ből. Ott majd kitérek erre bővebben. Hogy ezt milyen úton módon csinálták meg, és hogy mi az illúziónak a... mikéntje, hogy hogy is működik ez a fajta illúzió. De közben az úriemberünk ugye megérkezett az adott raktárházban, ahova elhozta azt a nagyon fontos dolgot, és közben is megérkeztünk, és sikeresen követtük az úriembert, aki nem vett minket észre. Meg is vagyunk. No.
haladjunk akkor szépen tovább. Dig it. Maybe we'll get ourselves a look at the hard way. Hey, what the hell's going on? He sold us premium bull, Tanner. A warehouse full of it. Did you hear that? Jones, this stuff's being shipped in from Cuba. Hmm? Passports, legal documents. Look at this stuff. Heat, man. It's time to leave. We'll split them. Meet me in Chinatown in a couple hours. Rendében őrei jöttek, hogy elkapjanak. Úgyhogy szépen haladhatunk és menekülhetünk. Nos, most pedig láthatjátok, mi történik olyankor, hogyha üldözőbe vesznek minket. És nagyon akarnak minket. Illetve az AI-nak a hülyeségét, hogy a lehet őket kiáltani. Nos, ugye láthatjátok ott a Felony, ott elkezdett szépen pirosan és kéken világítani, ami ugye annyit tesz, hogy eme autót, amiben ülünk, ezt most éppen körözik. Gyakorlatilag a körözési szintje az hát majdnem az 50%-on van. De ugye ez szépen lassan megnőhet, annak függvényében, hogy mennyi kihágást szerzünk még időközben. Ajjajjajjajjaj. Lassuljatok le? Mert még nem ment le a híd. Úgyhogy még nem igazán kéne itt fölmenni. De elvileg most már jó lesz. És már tudunk ugratni. Gyerünk, 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 gyerünk. Azaz. Nagyon jó. Nem pont így gondoltam, de valamilyen utómódra azért megoldottuk. És akkor most demonstrálom nektek ismételten, hogyan lehet kijátszani az üldözőinket. Gyakorlatilag úgy vannak beprogramozva, hogy... Jaj! Gyakorlatilag úgy vannak ugye beprogramozva, hogy a lehető legrövidebb úton kapjanak el minket. És egy lehető legrövidebb úton üldözzenek bennünket. Na már most, hogyha a legrövidebb út van mindig, tehát a legrövidebb út az általában mindig ugye az egyenes. Ez van nekik megprogramozva. Tehát, hogyha meg tudjátok azt csinálni, és ezt érdemes amúgy nagyon-nagyon begyakorolni, hogy jöttök egy lámpaoszlophoz, és hirtelen elkapjátok a kormányt a másik irányba, akkor értelemszerűen máshova kerültök ti, és máshol lesz az két út között ugye az egyenes szakasz, és a két út egyenes közötti szakasz közben találkozhattok, és hát az adott üldöző emberkel találkozhat egy lámpaoszloppal, egy fával, egy másik autóval. Lényeg az, hogy valami szilárd tárgyal, amiben neki ütközhet. Ennek következtében pedig meg lehet őt szivatni. Ujjjjjjj, ez közel volt. Nézzétek csak meg. Na mindjárt demonstráljuk, hogy is működik éles helyzetben. Találok egy olyat, ahol ezt meg tudom csinálni. Hát majdnem. Egy-né. Kicsit belassultak a kollégák. Nos, a másik dolog, hogyha neki ütközök bárminek időközben, tehát hozzáérek másik autókhoz, neki megyek a falnak, azzal csak növelem a körözési szintemet. És a körözési szintnek a növelése az nem ajánlatos. Röviden, tömören, ha betellik a Felony nevezetű cumó, annál agresszívabbak lesznek az üldözőitek, legalábbis a rendőrei.
Az agresszivitás alatt pedig annyit értek, hogy nem kimélik se a saját autóikat, se a tiéteket. Röviden, tömören. Yeah, some guy called. He went on up. You got to help me. I can't do it all by myself. You got to help me, baby. I can't do it all by myself. You know, if you don't help me, darling, I'll have to find myself somebody else. I may have to wash it, may have to sew, I may have to cook, I might mop the floor, but you help me, baby. Na, srácok, lányok! Felmerülhet a kérdés bennetek, hogy ez a kabátos úriember ez ki volt, és hogy van-e valami hasonlóság a ma úriember között, akit a legelső videóban láthattunk. A válaszom igen, és el is vesztettem. Szóval igen, a válaszom igen, hogy ez a kabátos úriember az ugyanez az ember volt, aki az első videóban bement oda a bárba, és elkezdett ugye lövöldözni. Felmerült akkor ebből következőleg a kérdés, hogy mit keres itt nálunk, miért szaglászik, és hogy miért ütött meg minket, és hogy most miért menekül. Hát gyakorlatilag röviden tömören mi most pontosan ezért üldözzük az úriembert, hogy egyáltalán mit kerestél itt, öregem. Ez gyakorlatilag egy üldözéses történet, innentől kezdve. Jó, én annyira nem akarok előre menni. Ugye szeretném látni, hogy merre fele megy. A régi játékoknál úgy általában azt szokás mondani, hogy játszol vele, látod, hogy mit kell csinálni, meghalsz, újrakezded, megtanulod, begyakorolod. Tehát ez a memorizál, újrajátszik, ismétel története. Na most Driver 2-nél ez nem működik, főleg az üldözéses jeleneteknél nem. Ennek az üldözéses jelenetnek szám szerint, ha jól emlékszem, akkor 8 fajta kimenetele van, vagy hát 8 féleképpen halad a üldözés, ami annyit akar, hogy a kezdőpont az fix, illetve a végpont is, ahova megyünk, az fix. Viszont, hogy hogyan jutunk el oda, az 8 verzió dönti el. 8 féle... Öjjjjjjj. Hát ezt megint elhagytam. Na mindegy. Kezdjük szépen akkor újra az elejétől. Tehát 8 féle verziója van annak, hogy hogyan jut el drágalátos barátunk innen A pontból B pontba. Úgyhogy a memorizál újrajátszik ismételnek egy olyan válfaja van, hogy 8 fajta válfaja van. Tehát 8 fajta utat kellene nektek megegyezni, hogy merre is mehet az úriember. Ami nem annyira egyszerű. Na gyere csak, és mindjárt megnézzük, hogy merre fele halad. Á, igen, most erre fele jön. Láthatjátok, nem ugyanazokon az útszakaszokon megy, mint az előző kettőn. Úgyhogy gyakorlatilag a legjobb módszer, hogy tudok nektek javasolni, hogy kövessétek, és ne hibázzatok. Vagy hogyha hibáztok, akkor nagyon-nagyon keveset, és nagyon-nagyon piciket. No. Hogy ki is az úriember, annyit elárulok, hogy fontos szereplője
lesz a történetben. Nem kell aggódni, itt mindig megakad a történet, nem a ti készülékezetekben van a probléma. Szóval nagyon fontos szerepe van a történet szempontjából az úriemberünknek. Fú, milyen tömeg van itt. Illetve a Driver 3-nak is egy fontos szereplője ez az úriember, akit nem kéne most elhagynom. Nagyon jó. Na innen most már csak nyíregyenesen kell menni. Nem kell aggódni, vissza fog jönni ide. Négy. Szevasz, mi van veled? Semmi? Jó, akkor én előre megyek. Úgy is tudom, hogy merre felemész. Nem itt fog lefordulni, hanem a következőben. Ő itt fog lefordulni, de mi megyünk szépen tovább. Inkább. Ne gyere nekem? Köszönöm. Egészen csak idáig kell őt követnünk. És már meg is érkeztünk ezekhez a gyárépületekhez. Szóval egy fontos szereplő. Mind a Driver 2-nek, mind a Driver 3-nak, de a következő kis filmben ki is fog derülni, hogy kiről is van szó. Mi is a neve az úriembernek. És hogy miért hozott, miért jött el ide? Szerintem már rájöttetek. Csapda! Feltettek minket. I'm Solomon Kane. You'll wish you never met me. I hear you're asking around, looking for someone. Lenny doesn't concern you. I want to know what you found before I kill you. Your life just got shorter. Jericho? It's okay. I'm gonna shoot you in the head. Ha olyan szempontból nézzük, akkor egy-egy, mert Jericho bácsi is leütött nekünk egy jobbost, mi meg visszaadtuk neki könnyökből. Na, akkor mostani missziónkban nem más a feladatunk, mint hogy meglépjünk innen nagyon-nagyon gyorsan. Ha úgy nézzük, akkor 3 percen belül. Most láthatjátok, fel vannak húzva a hidak, úgyhogy gyakorlatilag erről a szigetről meglépni eléggé necces dolog, főleg úgy, hogyha a rövidebbik utakat mind elzárják előlünk, és nekünk muszáj hosszabbik utat menjünk. Főleg, hogyha vénáztok is, és neki mentek a falnak. Akkor főleg. De legalább ez egy olyan pálya, ahol érvényesül a memorizáló újra játszik ismétel. Szóval így gyakorlatilag be kell seggelni, hogy melyik azok az útvonalak, amik szabadok, és mik azok az útvonalak, amiket le is fognak nekünk zárni. Azt felejtsük is el egyből. De most gondolhatnátok, hogy miért nem megyek ki jobbra, ha már itt van az útszakasz? Ha, hát mert mi van húzva itt. Akkor miért nem megyek el balra? Ó, hát mert itt meg le van zárva 2 darab kamionnal és a trailerével. Hát akkor haladunk szépen tovább. Ó, yeah. Hát akkor megyünk erre. Nyíl egyenesen kell mennünk, mivel egyetlen egy híd van erről a szigetről, amit még egyelőre nem hoztak fel. És ugye a számláló az azt mutatja, hogy mikor jön el az a pont, amikor felhúzzák a hidat. És hát a híd az itt van, de hát ugye le van zárva az útszakasz, úgyhogy nyíl egyenesen megyünk visszafele, és közben kaptam a nyakamba egy idiótát, akinél be kell vetnünk a jól ismert bevált módszert, ami nem más, mint a lámpaoszlopozás. Úgy szlalomozunk. Úgy. Ezzel föltartva őt. Nagyon jó. És már csak az az egyetlen egy feladatunk, hogy időben odaérjünk. Amire igazából még van egy percem, úgyhogy simán megvan. Hogyha nem bénázom el.
És miért is bénáznám? Tessék, itt is mit le van zárva a történet. Közben azért figyelem az úriemberünket. Jajajaj, azt nem kéne eltalálni, köszönöm. De az is sikerült. Na, siessünk, siessünk. Jó, ideértünk. Gyerünk, 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 gyerünk. Hát ez az épp úgy sok kategória. Tip. 0030-nál később értek ide, akkor vége. akkor start, restart. Mivel addigra már ugye a híd annyira felemelkedik, annyira ketté válik, hogy nem tudtok rá fölkapaszkodni, és nem tudtok átugrani. De nekünk sikerült. I scared up a nest of Brazilians, Tanner. Now they're buzzing. Time to clear out. Make for the train. No. Egyetlen egy küldetésünk maradt már csak itt Chicagóban, mégpedig az, hogy hát 3,5 perc alatt érjük el a drágalátos vonatunkat. No. Hát igazából ezt már lehet, hogy az elején meg kellett volna mutatnom, de megmutatom nektek a hatalmas nagy játszóteret. Ami Chicago. Egy ekkora hatalmas nagy városban lehet autókázni, kocsikázni, illetve sétálgatni. Bár szerintem nem tudom, hogy ki az az ember, aki végig sétálna itt az egész Chicago mindenségét a Driver 2-ben. Hát ugye körrel el is lehet, meg is lehet forgatni, hogyha szeretnénk a térképet. És ugye a térképen mindig mutatja, hogy merre kell mennünk, hogyha elveszünk ugye nagyot. Hát igazából igen, ott van a célpontunk, ami nem más, mint a vasútállomás. Jó, és akkor gyakorlatilag ennyi. Illetve ugye a jobb alsó sorban van egy ilyen kis mini térkép. És ugye a mini térkép az azért is királyságosság, mivel lehet rajta látni, azok a fehér kis szöszmöszök, azok az ellenfeleink, alapesetben ugye a rendőröket mutatja. Hogyha egy olyan autóban ültök, ami körözött, akkor a térképen ilyen fehér kis szöszmöszökként mutatja nektek, hogy éppen egy olyan úriember jön, az autójával, egy olyan rendőrautó jön, ami köröz titeket. Értelemszerűen a térképnek a közepén az a fekete pont az, ott mi vagyunk, tehát hogyha az a fekete kis pont az beleesik abba a kis fehér kis pamacsba a látóterébe, akkor ugye elkezd minket üldözni. És akkor itt említeni meg nektek, hogy előrefele sokkal-sokkal jobban látnak az ellenfeleink, mint hátrafele. Nézzétek meg, hogy milyen közel kerülök hozzá, és még mindig nem szúr ki, és gyakorlatilag egy... Mennyi volt ez? Egy két kocsi hossznyi kellett, hogy hátrafele észrevegyen engem, hogy itt vagyok. Előrefele sokkal messzebb látnak, gyakorlatilag 10-15 kocsi hossznyit. Az biztos, hogy az előrefele sokkal, tehát annyi a 10-15 közötti kocsi hossz, amit előrefele látnak, illetve oldalra is. Tehát, hogyha úgy nézzük, akkor van egy 270 fokos szög, amiben rohadt, jújjújjúj, van egy 270 fokos szög, amiben nagyon-nagyon jó az érzékeléjük, tehát ugye van az a 90 fok. Ami pont a hátunk mögött van, ahol igazából rohadtul nem vesznek minket észre. Alapesetben, hogyha nem egy körözött autóban ülünk, akkor csak egy kis fehér kis pamacs, hát akkor sokkal kisebb az a kis fehér kis pamacs, nevezzük így. Mindaddig ugye, amíg nem végzünk el valami kihágást. Másik is érdekesség, hogy képernyők az alján láthatjátok ezt a piros háromszöget. Ez a piros háromszög az arra hivatott, ha jól látjátok, kettő darab úriember követ engem. Most azért villog, mert annyira távol vannak tőlem. Jaj! Hoppáré! De gyakorlatilag a pozíciókat mutatja, hogy
mögöttem milyen messze vannak. Tehát minél halványabb, annál messzebb vannak, és hogyha teljesen ugye eltűnnek, akkor már olyan messze vannak, hogy gyakorlatilag lehagyhatom őket. Ha meg nagyon közel vannak, akkor meg nagyon vöröslik az a csillag. Csillag? Háromszög. Ja, mégis a csillagnak a teteje. Na de srácok, lányok, gyakorlatilag elérkeztünk Chicago és a videónak a végéhez. És itt én mutatok nektek egy kis extrát. Nézzétek csak meg. Ott fut Tanner, meg ott fut Jones. Tudjátok, mi az érdekesség? Nem tudtam megmutatni. Hogyha nagyon gyorsan le tudjátok itt nyomni a háromszög és a felfele gombot, akkor Tanner-nek az ikertesője meg kiszáll az autóból. Tehát gyakorlatilag úgy érdekes volt. Na mindegy. Akkor ennyi lett volna a Driver 2 végigjátszásnak az első része, ami Chicagónak a küldetését foglalja magában. A következő részben el fogunk utazni Kubába, azon belül is Havannába, és ott fogjuk megvizsgálni, hogy mik is történnek, hogy is történnek, és talán Pink Lennynek a nyomára is rábukkalhatunk. Ennyi lett volna, köszöntöm szépen mindenkinek a figyelmet, én Szolyi voltam, legyetek jók, írjatok sok vizet, vigyázzatok magatok és egymásra, és nem sokára érkezik majd a következő rész. Na, sziasztok! Check this out. The street says Lenny gave Kane the brush off and cut some kind of deal with Vasquez. As to where Lenny's getting rained on, I got zip. But if we don't find his sorry ass, Kane and Vasquez are gonna square up and Chicago streets are gonna run blood red. So what's your next play, Tanner? Follow the Cuba lead. Lenny needs protection from Kane, and back to Vasquez is the only place he can go. He's gotta be heading for Havana.